érdekes, mert Bhagavad Gita-ban Krishna mondja, Prabhasmi Shashi Suryaya. Én vagyok a napnak és a holdnak a fénye. Szóval a nap Isten képviselő. Általában ő szerint mérünk az időt, azt mondjuk, hogy 3 nap múlva, vagy elmúlt ennyi nap. Ez az egyik szemszögből, honnan kap nap ennyi fényt. Ez lehetetlen, hogy millió, trillió éveken keresztül egy bolygó, egy gombóc űrben, ahol mínusz fokok vannak, sose hűl ki. Hogy lehet? Azért, mert Isten végtelen, és akkor az ő energia által tud világítani és fűteni az univerzumot a nap. Ezért ő Isten képviselő, és ő bakta, Istennek a szolgája. Ezért, hogyha valaki tiszteli a napot, akkor sok áldást fog kapni. Ugyanakkor az idő, a nap is képviseli az időt, hogyha mi időt tisztelünk, akkor a napbolygó áldásos hatással lesz ránk. Hogyha pazaroljunk az időt, akkor negatív hatása lesz a napnak, nem az áldásos. Ez az egyik oldal. Másik oldal. Jyotish Shastra, vagy asztrológia, Parashara Hora Shastra, hogy egy kicsit pontosabb legyek, ahol magyaráznak az eredeti asztrológiai szentírás, hogy embereknek van a karma vizsgálni tudjunk a bolygó állásaink keresztül, ugye asztrológiai térképek keresztül. Minden egyes embernek 2 bolygó, ami egész életében fő domináns lesz, ez a hold és a nap. Hogyha valaki nem tiszteli szüleit, apukáját, anyukáját, abban az esetben a napnak és a holdnak a negatív hatása lesz, és ez azt jelenti, hogyha még negatív karma valakinek, akkor ez csak erősödni fog. Másik oldalról, aki tiszteli a szüleit, akkor, még hogyha rossz a karmája is, akkor megnyeri az áldását a napnak és a holdnak. És így ellensúlyozni lehet még a negatív rossz karmát. Ezek a törvények a napnak a áldásos hatására.